Ma reggel megnyitott a kapuit a városi strand. A nyitásra már hetekkel korábban elkezdte a felkészülést a városgondnokság. Komoly javítások történtek az élménymedence burkolatán, lefestették a padokat, kifestették az öltözőket, a homokozó fölé pedig napvitorlák kerültek. Az árnyékolás a nagymedencén is megmaradt a nyárra, így az jó árnyékot ad majd a napsütéses forró délutánokon. A strand nyitvatartása változatlan marad a 2023-as szezonban is, így a hét mindennapján reggel 8 órától este 7 óráig várja a vendégeket a fürdő. Hőségriadó esetén pedig este 8-ig lesz nyitva. Az árak emelkedtek tavalyhoz képest, mondja a létesítményüzemeltetési divízió vezető. Drágultak a tavalyihoz képest, ezekről a honlapon lehet tájékozódni. Viszont a délutáni kedvezményünk ugyanúgy megmaradt, tehát az utolsó 4 órában a 50%-os kedvezménnyel válthatók ezek a jegyek továbbra is. 30 éves jubileumát ünnepelte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat székesfehérvári csoportja szombaton. Az esemény 10 órakor szentmisével indult, majd a csoport új tagjainak avatása következett. Az eseményen Kerémi Tibor, a szolgálat helyi csoportjának vezetője emlékezett vissza az elmúlt 3 évtized legfontosabb történéseire. 2008-ban 134 önkéntesből köztük 66 fogadalmat tett, 25-30 millió értékű adományt mozgatott meg, és osztott szív a rászorulóknak. A helyközösség megszilárdult, összekovácsolódott, és országos viszonylatban is jelentős tényezővé vált. Idén is megrendezték a hagyományos építők napi találkozót a Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Az Arév Baráti Kör Egyesület, amelyet a vállalat legendás igazgatója Kis József alapított, idén köszönti megalakulásának 20. születésnapját. A hangulatos találkozón egykori és mai építők beszélhették meg a Székesfehérvár történetének legfontosabb pillanatait, azt az időszakot vehették górcső alá, melyben megszületett a napjaink modern városképe, és természetesen idén közös főzéssel tették emlékezetessé az ünnepet. Az Arév baráti kör már csak a maradéka az Arévnek, és képviseli azt a szellemet, meg a néhány tag is szerencsére meg köztünk van, akik valamikor a városnak a nagy részét építették, és úgy döntöttük a baráti kör megalakulását követően, hogy ezt a hagyományt nem csak fölelevenítjük, hanem folyamatosan életbe is tartjuk, és szerencsére ez sikerül minden évben, megvannak a látogatóink, és megemlékezünk az építőkről. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy az építőkről leginkább maguk az építők emlékeznek meg. Tehát nem csak azzal tesszük emlékezetés, hogy voltak építők, hogy építettünk házat, hanem minden évben föl is elevenítjük ezt a dolgot. Nevelőszülőknek és gyerekeknek szerveztek gyereknapi programot a Bregyóban. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ rendezvényén a legkisebbektől egészen a tini korosztályig mindenki jól szórakozott. Volt például arcfestés, kézműveskedés, csillámtetoválás, de ugrálóvár pónilovaglás és ügyességi vetélkedők is várták a gyerekeket. A programon felhívták a figyelmet arra, hogy folyamatosan várják a nevelőszülőnek jelentkezőket, személyesen a Berényi út 102-es szám alatt, vagy a képernyő alján látható webcímen. Összesen egyébként így a két, tehát a hálózatban és a lakásotthonokban közel 500 gyermek nevelkedik, közülük sokan kedvet kaptak és ellátogattak, gazdag programkínálatunk van, és úgy látom, mindenki jól érzi magát a programban. Megjelent Csobor Antal Gőzfürdőből az Operába című novellás kötete. A Városi Levéltár és Kutatóintézet, valamint az Alba Civitas történeti alapítvány gondozásában és Hajdú Csaba szerkesztésében adták ki a művet. A kötet mintegy folytatása a Napló, a Hosszú Háború, illetve a Perej Uram című soborműveknek, melyeket az elmúlt időszakban vehetett kézbe az olvasó. Csurgai Horváth József, a levéltár igazgatója és Babus Antal irodalomtörténész köszöntőjében elmondta, azért vállalták ezt a missziót, mert meggyőződésük, hogy a sobor életmű nem csak Székesfehérvár, de a magyar kortárs irodalom számára is kiemelten fontos. Folytatódik a hagyomány. A negyedik kötetnél tartunk az életmű sorozat újrakiadásában, és meg szerettük volna mutatni, vagy meg szeretnénk mutatni mindazokat az írásokat, amelyekről úgy gondolt a sobor is, és úgy gondoljuk mi is, hogy időtállóak, és a mai olvasó közönség számára fontos, hogy megismerjék őket.
Ismét egy különleges zenei estel gazdagodhattak mindazok, akik pénteken este ellátogattak a PET sörözőben rendezett koncertre. Tanúi lehettek, ahogy a magyar könnyűzene kultúrgarabonciás időutazói, a Resti Kornél verseszenés kórhelykedései milyen kivételes élményt nyújtanak. A közönség megtapasztalhatta, korán sem véletlen az elvarázsolt csapat egyre növekvő népszerűsége. Ahogy ők fogalmaznak erről, stílusbéli merítésük a népzene feneketlen kútjától, az úgynevezett storyteller dalszerzői hagyományon, a beat hős korszakán, a sanzonok kuplék milliójén át, egészen az avantgárd kísérletekig csordogál. Bizonyára mindenki ismeri Kosztolányi Rezsőt, akinek a keresztfia Resti Kornél, és hát ez úgy született, hogy éppen egyszer valaki utazott egy vonaton, és hát éppen egy kis béka csókot lopott Kornéltól. Most már kimondható volt, hogy Kornéltól, mert erre, hogy csókot lopott tőle, ez a kis béka öntudatra ébredt, és rájött, hogy én vagyok Resti Kornél, Kosztolányi Rezsőnek a keresztfia, és így született Kornél. Thank you.